Utoljára 2015-ben készült országos felmérés azzal kapcsolatban idehaza, hogy a magyarok mit gondolnak a klímaváltozásról, és hogy azt mennyire tartják veszélyesnek a saját életükre nézve. Akkor mások mellett az derült ki, hogy minél kisebb településről van szó, az ott élők annál kevésbé érzik sajátjuknak a problémát. Erről is szó volt a Szekszárdon rendezett klímakonferencián. A helyi klímaplatform vezetője azt mondja, a hosszú távú cél, hogy a Tolnai megyeszékely klímasemleges település legyen. Ennek érdekében dolgozzák ki például a fenntartó város stratégiát is, de más tervek is készülnek, például egy új szennyvíztelepet szeretnének építetni. Arról szól, hogy egy új szennyvíztelep kapcsán a Csörgetavat bekapcsolva vizes élőhelyekkel, tehát egy nagyon komplex és nagyon-nagyon drága program. Ehhez nyilván forrást kell találni. Ez a forrás, ennek a forrásnak a megtalálásában szükség lesz elég komoly nyilván politikai lobby tevékenységre, amelyben számítunk a térség országgyűlési képviselőjére, Horváth Istvánra is. Zaják Rita azt mondja, a lakosság szemléletformálása mellett az egyik nagy kihívás az lesz, hogy sikerüljön a Szekszárdon működő cégeket is rávenni arra, hogy minél többen tegyenek a klímaváltozás lassítása érdekében. Nagyon fontos a vállalkozásoknak a szerepe is, tehát ővelük együttműködve kell nagyon komoly, vagy sokkal komolyabb lépéseket megtennünk. Szekszárdon a munkatárt folyamatos, a tervek szerint még nyáron elkészül például a megyei jogú város fenntartható stratégiája.